Nagy szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Televízió nézőit, jó estét kívánok! A mai napon Szent Lukács evangéliumának részletét olvasom. Már közel jártak az Olajpák hegyének lejtőihez, egyszer a nagy sereg tanítvány hangosan áldani kezdte, örömében az Isten a sok csodáért, melynek szemtanúja volt. Áldott az Úr nevében érkező király, kiáltozták, békesség a mennyben, dicsőség a magasságban. A tömegből néhány farizeus azt mondta neki, Mester, hallgassd el tanítványaidat. Mondom nektek, felelte, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni. A mai időben a katolikus egyházban az egyházi évnek az utolsó napjait tellenek le. Következő vasárnappal már kezdődik az advent, a karácsonyi előkészület, Jézus Krisztus eljövetelére való megemlékezést. Ebben az utolsó napokban igazából olyan kérdéseket fogalmaz meg az egyház, hogy mit is jelent az, hogy Krisztus király, mit is jelent az, hogy üdvösség, mi lesz az embernek a sorsa halál után, mit történik igazából a világgal, nagyon sokan ilyenkor a világ végéről beszélnek, és ebben az időben a katolikus egyház is az utolsó vasárnapon Jézusra, mint királyra emlékezik, és igazából a mai szentírási szöveg, amelyet idéztünk, ez a virágvasárnapi bevonulás, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, tulajdonképpen a halála előtt, a keresztre feszítése előtt, és akkor a körülötte levő nép ünnepli, és igazából királyként tiszteli meg. És ez a királyság, vagy ez a tulajdonképpen hát győzelmi bevonulás az nagyon rövid ideig tart, hiszen pillanatokon belül elérkezik az az idő, hogy Jézust valójában megfeszítik és meghal eszméért. Általános tapasztalat az nagyon sokszor, hogy a világi hatalmak úgy gondolják, hogy ha egy embert elpusztítanak és megölik, akkor általában az eszmét is megsemmisítik, amit ez az ember képviselt. És nagyon sokszor elfelejtik azt, hogy az eszmékhez, általában a gondolatokhoz éppen a gyilkosok nem tudnak hozzáférni, és az, aki meghal eszméért és az értékekért, az általában vérével pecsételi meg és hitelesíti ezeknek az eszméknek az üzenetét. Jézus maga is így tesz, hiszen a Golgotán meghal, azért a tanításért, amelyet elhozott az Atyától, hogy a mi életünket teljesebbé tegye. És nekünk arra kell figyelnünk, hogy a saját életünkben, közösségeinkben ennek a tanításnak az üzenetét tudjuk-e megélni, és igazából ennek a tanításnak az értékeit tudjuk-e megjeleníteni. És azok a közösségek, amelyek Jézus nevében és Jézus értékeivel jönnek létre, általában ott az barátság, az összetartozás, a lelkesítő életérzés jelentkezik, és ezeken keresztül egy életre szóló barátságot, vagy egy életre szóló küldetést kaphat az ember, de ugyanakkor, ha ez a közösség valamilyen módon nem működik, igazából Krisztus törvényei szerint, a krisztusi értékek szerint, akkor általában csalódást és egy egész életre szóló, hát, hogy így fogalmazzam, bukást lehet az ember életében, mert egyszerűen nem azt a küldetést találja, amely igazából őt fölemelné, hanem éppen azt a lehetőséget találja, ami az életének nem ad értelmet. És nekünk keresztényeknek valahogy arra van küldetésünk, hogy nem elsősorban diadalként járjuk az életünket, hanem valamilyen módon szolgálatként tekintsünk az életünkre. Nagyon sokszor van az, hogy akár a családban, akár egyéb közösségekben egy-egy ember úgy éli meg az életét, hogy valamilyen módon különleges hatalommal bír, pedig igazából a feladata, a küldetése szolgálat. Jézus maga is ezt a királyi címet nem viseli, hanem szolgaként, barátként jelenik meg, és az utolsó vacsorán, amikor a tanítványaitól búcsúzik, azt mondja,
hogy barátainak mondalak titeket, és ezt a barátságot kell megélni valahol vele együtt, és az embertársainkkal együtt. Amen.